Itt van az egyik ismerősünk Angliából, és most vele fogunk találkozni itt a hagymaházban. Mit a gomba? Tényleg, nagyon nő. Hello, Bibi. Hát, szia. Nagyon szép. Nézd, itt van Vivi, akiről meséltem, hogy jövünk hozzá. Most némi koffein elfogyasztása után beszéltem tegnap nektek arról, hogy csinálni szeretnék egy gyorsított felvételt a makói könyvtárról, az újonnan épülő makói könyvtárról. Megvan a hely is, ahonnan fogok fényképet készíteni, úgyhogy, de tegnap az eső miatt nem tudtam befejezni, amit kellett, úgyhogy most visszamegyek és csinálok egy fényképet. Elkezdjük a projektet. Tehát, mint mondtam, tegnap az a lényeg ennek az egésznek, hogy egy helyről, egy pontból legyen mindig készítve ez a felvétel, és csak akkor fog sikerülni ez a gyorsított felvétel. Semmiféle hókusz-pókuszra nem kell számolni. Annyit csináltam, hogy a járdától kimértem egy bizonyos centit, meg az útpatkától lemértem egy bizonyos centit, és igyekszem majd minden egyes nap, minden egyes alkalommal pontosan ugyanoda visszarakni. 100%-osan nyilván nem fogom tudni pontosan visszarakni oda, de azért igyekszem. A másik fontos dolog, hogy a kamerának a szögét azt is mindig ugyanabba a pozícióba kell hagyni, ezért azt fogom csinálni, hogy egy ilyen kis fehér tollal, vagy valami hibajavítóval húzok egy vonást, és akkor mindig meg fogom tudni jegyezni azt, hogy mi volt a pontos beállítás. És akkor minden egyes kép elméletileg ugyanabba a szögből fog készülni. Ezzel meg lennék, most már indultok hozzá ebédelni. Egy kis érdekesség. Ha jól tudom, akkor a YouTube olyan 2004-2005 környékén kezdte meg pályafutását az interneten, és azóta nem változott a dizájnja a magának az oldalnak, a youtube.com-nak, és most a YouTube-nál úgy gondolják, hogy ideje változtatni egy picikét, hogy is nézzen ki vizuálisan az oldaluk, ezért hamarosan le fogják cserélni a régi dizájnt az új dizájnra. Akit érdekel, egyébként már meg is nézheti az új dizájnt. Ha ezt beütöd a böngésződbe, akkor meg fogod tudni nézni az új dizájnt, ki tudod próbálni az új dolgokat, illetve az új elrendezést. Ha netán mégis úgy gondolsz, hogy vissza szeretnél térni a jól bevált régi YouTube-hoz, akkor itt fölül a jobb sarokban a képedre rákattintva és az utolsó menüpontot kiválasztva vissza tudsz térni a régi YouTube-ra. Hát sajnos hamarosan le kell zárjam a vlogot, mert az a helyzet, hogy fesztiválra megyünk. Itt a nyár is kezdődik a fesztivál szezon. Az a helyzet, hogy az ilyen fesztiválokra nem lehet csak úgy bevinni a kamerát. Ha most én elvinném ezt a nagy kamerát, akkor valószínűleg, hogy a kapuba azt mondanák, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőled. Ha esetleg tudjátok, hogy lehet ilyen press belépőket kapni, vagy szerezni, vagy venni, vagy nem tudom ezeket, hogy működnek, hogy egyáltalán a youtubereket beengedik-e az ilyen helyekre. Ha tudtok valamit ezzel kapcsolatban, akkor írjátok meg nekem kommentbe, nagyon kíváncsi lennék rá, hogy ez hogy is működik valójában. Nagyon remélem, hogy ez a kis projektem, amit a mai nap indítottam el, tudjátok, ez a könyvtár építkezés, fotózás, de nem is fotózás, hanem ez egy timelapse, egy gyorsított felvétel lenne. Nem tudom azt, hogy meddig fog épülni, meddig fog tolódni az építkezés. Igyekszem minden nap ugyanabban az időpontban, ugyanarról a helyről csinálni egy fényképet. A lényeg az, hogy a végére fogok elméletileg kapni ezekből a fényképekből egy videót, egy gyorsított felvételt, ahogy kezd fölépülni a külső része ennek az új könyvtárunknak itt Makón. Még egy fontos dologot, amit szeretnék kérni tőletek, nézőktől. Milyen tartalmakat szeretnétek? Mi az, amit szívesen néznétek itt a csatornán esetleg? Egy-két dolgot, hogyha ide kommentbe leírtok, akkor azt szívesen veszem. Szeretném hallani a ti véleményeteket is.
elindultunk a Deja Vu Fesztiválra. Vagyunk, nagy nehezen beértünk, de körülbelül 50 kilométerre parkoltunk, és most gyalogolunk. Lassan közeledünk a főbejárathoz, ahol egy picit meg kell állni. Felveszük a korszalagunkat. És most látom itt a bejáratnál, hogy itt van egy igazi London taxi. Szóval van itt egy kis sor. Itt mindenki oda bevár. Sikeresen túl vagyunk a biztonsági kapun. Átnézték a nagy táskámat. Bocsánat. Ugye minden rendben van, most kapjuk a karszalagot. Ezt tőletek tettek. Hát, ha el kell. Jaj. Köszönöm. Én vagyok az első, aki most bejött a csapatból, úgyhogy a többieket majd mindjárt meg kell várjam. Na, keressük meg, hogy hol van a legközelebbi hamburgeres, mert rettentő jelen van a vércukorszintem, úgyhogy borzalmas.